plénuma elé. Valóban tisztelt.
tiszteletre méltó az az aktivitás, amivel képviselő úr, mondhatom, évek óta ezen a problémán dolgozik. Köszönöm ezt az aktivitását, és köszönöm a civil társadalomnak is mindazt az erőfeszítést, amit a probléma megoldására tett. Szeretném elmondani mindenek előtt azt, hogy egy olyan problémáról van szó, ami valószínűleg a globalizációval hasonló problémákat fog magával hozni. Látjuk a járványok terjedését és egyebeket, ugyanis az 1910-es években került be Magyarországra ez a növény, épp a kereskedelem globalizálása révén. Tehát ilyen típusú összefüggése is vannak a dolognak. Ma első helyen szerepel a gyomnövények listáján ez a növény, ami korábban nem is volt jelen Magyarországon. Úgyhogy ez a probléma önmagában is figyelemre méltó. Azután szeretném fölhívni a figyelmet arra, aminek aztán következményei lesznek a későbbi jogalkotásra is nyilvánvalóan, hogy az alaptörvényünk kimondja az egészséghez és az egészséges környezethez való jogot. Ez egy nagyon nagy vívmány és jelentős előrelépés ahhoz képest, mint amit a korábbi alkotmányunk nevesített. Azt hiszem, hogy az elfogadott vidékstratégia, képviselő is említette, a vidékfesztési tárcának van egy elfogadott parlagfű elleni védekezési stratégiája, amely nevesíti azokat a teendőket, amelyről képviselő is volt szíves említést tenni. Ezek között talán mindjárt az elejére idehozom a kormány biztos kérdését. Vizsgálja a tárca annak a lehetőségét, miután nem egy tárca profilját érinti pusztán ez a problémakör, hogy valóban hogyan lehetne egy kormánybiztos státust létrehozni, és körülötte persze fölépíteni azt a konzultatív testületet, amiről képviselő ül is beszélt. Tehát napirenden van ennek a kérdésnek a vizsgálata. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, képviselő is kiemelte, a tájékoztatás, oktatás, informálás kérdése. Ennek érdekében a tárca parlagfűmentes település cím adományozását kezdeményezte. 600 település pályázott erre a pályázatra, ennek a kiértékelése most zajlik, és itt épp a tudatformálás, az informálás ennek a pályázatnak a fő témaköre. Kutatásfejlesztés. Valóban több irányú kutatásra van szükség. Részben technológiai jellegű, de inkább ökológiai, biológiai jellegű kutatásokra van szükség, illetőleg humán egészségügyi kutatásokra. Föl szeretném hívni a figyelmet arra, hogy nem csak ez a növény került be és terjedt el az országban, hanem a népegészségügyi helyzet is úgy alakult, hogy az immunrendszere legyöngült az embereknek. Mitől gyengült le az immunrendszere? Attól a környezetszennyezéstől alapvetően, ami körülvesz bennünket. Tehát valószínűleg, hogyha egy általános környezeti állapotjavulást tudunk elérni, ez a probléma is másképp jelentkezik. Az immunrendszerünk hevesen reagál mindenféle reakcióra, és ugye a parlagfűnek a pollenje az egy olyan kis porszem, tulajdonképp így magyarázhatnánk, amelyekben kis mélyedések vannak, és belerakódik a szennyeződés. És tulajdonképpen ez okozza ezt a heves reakciót, az immunrendszernek ezt a heves reakcióját. Tehát nem csak a növénnyel van itt bajunk, hanem a saját környezetünkkel és az ennek következtében legyöngült immunrendszerével a népességnek. A felderítési eljárásokat bővíteni fogjuk, képviselő is említette, hogy pontosan tudjuk, parcellaszintű térképezésre készülünk, és itt különféle légi eszközök bevetésére is sor kerül, hogy pontosan tudjuk, hogy hol milyen fertőzött az ország. Közmunkaprogram, nagyon örülök, hogy képviselő is említette és üdvözölte, valóban újabb hulláma indul a közmunkaprogramoknak, de már most a MÁV foglalkoztat 2000, és az autópályák mentén, az autópályafelügyelet pedig 1500 közmunkást, akik ezzel a problémával foglalkoznak. Tehát 3500 fő már ennek a problémának a megoldásán dolgozik, és a további bővítését tervezzük, mert a probléma valóban igen jelentős. Új szabályozásra is szükség van, és erre is készül a tárca, hogy kikényszerítsük az önkéntes jogkövetést. Mert itt önkéntes jogkövetésről van szó, hogy tisztán tartsa ki a saját területét, de nyilván ehhez erősíteni kell azokat a jogi normákat is, amelyek ezt kikényszeríthetik. Egy kerekasztal működik valóban, amiben a tárcák képviselőit meghívtuk, fölismerve azt, hogy valóban egy szélesebb problémakörről van szó. És végül szeretném megemlíteni, hogy egy általános környezethasználati rendszerbeli váltás is kell. A földhasználat szerkezete azzal a sok osztatlan közös és gazdátlan földdel, ami ma Magyarországon van, a parlagterületek kell, ami az elmúlt időszakban alakult ki. Hát nyilvánvalóan ez a növény terepet, életteret talál magának. Tehát alapvető, hogy az egész földhasználati struktúránkat ennek megfelelően átalakítsuk. Kérem, hogy ezeket a erőfeszítéseit a tárcának szíveskedjék szintén méltányolni. Köszönöm szépen.
Köszönöm, államtitkár úr, tisztelt országgyűlés, ugyancsak napi rendelőtti felszólalásra jelentkezett Turi Kovács Béla képviselő úr a Fidesz képviselőcsoportjából megújuló mezőgazdaság változó vidék címmel. Megadom a szót, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, elnök úr, államtitkár úr. A vidék óriási várakozással volt, mint ahogyan az egész ország 2010 áprilisa után. És azt gondolom, hogy ez a várakozás nagyon nagy mértékben az elmúlt időszakban talán a teljesedés irányában is fordult. Mégis úgy gondolom, a mi dolgunk az, hogy arról is szóljunk, ami talán hiányosság, ami még szükséges, és amin változtatni kell. Az a vidéki várakozás, amely meghozta ennek a kormánynak a kétharmados többséget, és amit nem szabad elfelejtenünk egyetlen pillanatra sem, hogy ennek a kétharmadnak az alapja a magyar vidéken született meg, az a vidék ma még számos tekintetben a várakozás álláspontjában. Nem vitás, hogy olyan hagyatékot örökölt mind a kormány, mind pedig ennek az agrár ágazata, amely hagyaték iszonyatos nehézségeket okoz. Hiszen az elmúlt időszakban, és most nem csak a 8 évről, hanem az elmúlt 20 évről beszélek, kialakult Magyarországon egy szerencsétlen birtok és tulajdoni szerkezet, kialakult Magyarországon egy olyan helyzet, ahol a termelési szerkezet is rendkívüli rossz, és ahol ez az egyik legsúlyosabb, amiről ma szólni kívánnék, humán területen, az emberi erőforrások területén is rendkívüli rossz helyzet alakult ki. Ezért nagy várakozással voltunk és vagyunk az iránt, a tervezet iránt, amely vidék és agrár stratégiaként ma már széles körben ismert az országban. Hálásak lehetünk azért, hogy a tárca nem egyszerűen csak ismertetéseket hajtott végre az országban, hanem vitákat folytatott le. Mi kisgazdák kezdettől fogva azon az állásponton voltunk, hogy ebben a vitában részt veszünk, és javaslatainkat is megtesszük. Egyértelmű ugyanis a számunkra, hogy ez egy olyan közös ügy, amelyben csak közösen az ország minden részéhez tartozó, és nem utolsó sorban minden oldalhoz tartozó részvételével lehet sikert és eredményt elérni. A kormány az elmúlt egy év alatt számos olyan eredményt ért el, amelyet mi kifejezetten közérzetjavítónak érzünk. Elsősorban kiemelném talán azt, hogy a piacok tekintetében megkísérelt egy olyan helyzetet teremteni, ma még csak fél sikerrel tegyük hozzá, amely helyben igyekszik az árunak piacokat teremteni. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos az is, hogy az élelmiszerek területén az ellenőrzés szigorúan és nagyon nagy biztonsággal kerüljön lefolytatásra, legyen az belföldi vagy külföldi áru, nyilvánvalóan a belföldit egyszerűbb, a külföldit nehezebb, de ellenőrizni kell. 9 pontban tettünk javaslatot az agrártárca irányában, amely 9 pontban mi felsoroltuk azokat a javaslatokat, amelyeket vagy a stratégiába, vagy ezt követően még inkább majd a sarkalatos törvényekben és programokban szeretnénk viszont látni. Én ma 3 olyan tételt szeretnék kiemelni, amelyek szorosan összefüggenek. Az első olyan tétel, amely meggyőződésem szerint nem halasztható, ez a tulajdon és birtok szerkezet rendezése. Enélkül meggyőződésem szerint nem lehet tovább lépni a magyar mezőgazdaságban, de nem lehet megvédeni se a magyar termőföldet, amelyre oly sokan vállalkozunk, és amelynek a sikere oly nagy mértékben függ ettől, hogy vajon milyen tulajdon és birtok szerkezetet hozunk létre. Erőteljesen támogatjuk, hogy a tárca kis és középbirtokot helyezi középpontba. De ugyanakkor azt is nagy hangsúllyal mondanánk, hogy a kis és középbirtok megvédése nem lehetséges akkor, ha nincs társas és szövetkezésen alapuló együttműködés. Ennélkül ez nem fog működni, ennélkül ezek nem lesznek életképes kis és középbirtok, nem lehet akkor az 5 és 10 hektáron megmaradni. Márpedig ez sarkalatos kérdés. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy elinduljon egy szociális földprogram. Ne úgy, hogy egy-két településen egy-két polgármester az, amelyik ebben kezdeményez valamit, hanem egy állami támogatással, központi akarattal és támogatással elindított önkormányzatok bevonásával folytatott szociális földprogramot kell elindítani. Mert ezzel függ össze az, amiről ma alapjába szólni szerettem volna, az idő rövidsége miatt ilyen összefogottan talán, vagy egy kicsikét azt kell mondanom, ugyanakkor sok mindenre kiterjedően is. Nos, a humán erőforrás ma Magyarországon nagyjából egészében úgy néz ki, hogy miközben a magyar vidéken helyenként 80%-os munkanélküliség van, a mezőgazdaság iránti, munka iránti fogékonyság viszont rendkívüli csekély. Ezen változtatni kell. Az az oktatási program, amely el fog indulni, nagyon szeretném, ha magába foglalná azt, ami valamikor nagyon jól működött.
hogy helybe, faluba, településen már gyermekkorba kezdjék el megtanulni azt, hogy a mezőgazdaság nem valami lealacsonyító foglalkozás, hanem felemelő foglalkozás, abban részt venni. És ez a szociális földprogram lehet az, amely majd kiemeli a magyar vidéket meggyőződésem szerint, és visszavezeti a munka világába. És végül, de nem utolsó sorban, én azt remélem, hogy az elkövetkezendő idők olyan programokat is hoznak, amely a bizalom erősítését és a bizalom fenntartását hozhatják meg. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, a kormány nevében megadom a szót Ányán József államtitkár úrnak. Öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselő úr, tisztelt képviselő társaim. Egy nagyon fontos kérdéskört hozott képviselő úr ide a parlament elé, és valóban egy hosszú távú stratégiaalkotási folyamatban ezek a kérdések alapkérdésként merülnek föl a vidék és az agrárium átalakítása kapcsán. Én is egyetértek képviselő úrral, hogy minden tekintetben a vidék az a hátország, amely meghatározza a jövőnket. Mindig is vidéki gyökerekből újult meg a magyar társadalom, tehát óvnunk, védenünk kell, és mindent meg kell tennünk azért, hogy abból a mély válságból kihozzuk, ahova az elmúlt időszakban jutott. Egy kirabolt országban vagyunk ugyanis. Valóban mi is szeretnénk gyorsabban haladni az átalakulással, és értem én is egy türelmetlen fajta vagyok, és értem a vidék népének türelmetlenségét is, de kénytelen vagyok azt mondani, hogy olyan mély válságban vagyunk, hogy először is stabilizálni kell az országot ahhoz, hogy valóban a fejlődés megtörténhessen. Egy kétirányú tevékenység az, amit a tárcának ebben a helyzetben el kell végeznie. Részben a tűzoltás, hogy az adott pillanatban jelentkező bajokat megoldja, és ugyanakkor ki kell jelölni azt az irányt, ami felé tartunk. Kell egy olyan jövőkép, egy vízió a vidék számára, amely felé aztán a lépéseinket megtehetjük. Nos, ezt célozza ez a vidékstratégia, és örülök, hogy valóban a társadalmi viták is azt mutatják, és ezek a nemzeti konzultációs fórumok, hogy a társadalom többsége egyetért azzal az irányjal, ami a kisközepes családi gazdasági irányt jelenti, ami a szövetkezést, mint alapkérdést jelenti, mert valóban ez a kis mozaikokból építkező társadalom szerkezet vagy gazdaság szerkezet csak akkor lehet eredményes, ha egyúttal az összefogását, amikor a piaccal kapcsolatba kerül, az összefogását akár beszerez, akár értékesít, de egyéb tevékenységekre is egy adott térben együtt élő emberek összefogására épül. Ez egyúttal jelzi a helyi közösségek, a helyi gazdaság erősítésének fontosságát is. Szóval egyetértek azzal a képpel, amit képviselő is fölvázolt, mi magunk is arra törekszünk, hogy e felé tereljük a vidék gazdaságát és társadalmát. A piaccal kapcsolatban tett megjegyzését örülök, hogy szóba hozta, valóban az egyik kulcskérdés ebben, hogy meg tudjuk-e szervezni a helyi élelmiszertermelés és a fogyasztás közvetlen összekapcsolását, az élelmiszer lánc lerövidítését. Hadd említsem, mert Hoffmann Rózsa államtitkár asszony is közöttünk van, hogy épp két nappal ezelőtt kezdeményeztünk egy olyan összefogást, amelynek keretében a közétkeztetést kapcsolnánk össze. Ebben részt vesz több tárca és több államtitkárság, az egészségügyi intézményektől, az oktatási intézményeken keresztül, egészen a honvédségig, Hende Csaba miniszter úr is említette a földszólalásában, amikor a vidékstratégiáról beszélt. Ő is részt vett ugyanis a vidékstratégia egyik konzultációs fórumán. Szóval szeretnénk összekapcsolni a közétkeztetést ezzel a helyi élelmiszer, biztonságos élelmiszerellátással mindkét fél javára. Ezek nagyon fontos dolgok ahhoz, hogy meg tudjuk erősíteni a helyi gazdaságot, a helyi társadalmat. Valóban az egyik kulcskérdés persze, és talán a legfontosabb kulcskérdés, az a föld és birtokpolitika kérdése, hogy az a korlátos erőforrás, ami rendelkezésünkre áll, hogyan tud minél több embernek munkát, megélhetést és egy perspektívát adni. Az a földhasználati szerkezet, ami Magyarországon kialakulni látszott az elmúlt időszakban, az valószínűleg Dél-Amerikába vezetne. Tőkés társaságok által művelt vidék nem életképes. Azt az emberek elhagyják. Látjuk, a tőke ki is üldözte Dél-Amerikából a helyi közösségeket, és a falusi közösségekből, a gazdacsaládokból verbuválódott aztán a nagyvárosok körüli gettók népessége, a maga szociális egészség is minden egyéb problémájával, ami az egész társadalmat megterheli. Tehát elfogadhatatlan egy ilyen fejlődési irány, csak az az irány elfogadható, ahol ezek a kisközepes gazdaságok uralják a terepet. Egyetértek, hogy nem egyszerűen birtokstruktúrális kérdésről van szó, hanem valóban, különösen a jelenlegi helyzetben egy komoly szociális kérdésről is szó van, és az önkormányzatokkal, az államnak együtt kell működnie, hogy ezt a problémát is megoldja. Azt tervezzük, és a vidékstratégia is erről szól,
hogy a szociális földprogramot egy szélesebb skálán fogjuk megindítani az önkormányzatokkal együttműködve. Nyilván ott lehet ezt megtenni, ahol helyben is kezdeményezés van. A szubszidiaritás európai elve épp azt mondja, hogy a helyi közösségek kezdeményezése kell, de az állam köteles segíteni ezeket a kezdeményezéseket. Nos, arra készülünk, hogy ott, ahol elindultak ezek a kezdeményezések, ott erősíteni fogjuk és terjeszteni fogjuk a szociális földprogram lehetőségeit is. Végezetül megköszönöm képviselő úrnak a fölvetéseit. Azt hiszem, hogy az az irány, amit képviselő úr jelzett, teljes mértékben egybeesik azzal, mint amit a vidékstratégia is képvisel. És azt hiszem, kölcsönös bizalomra és összefogásra van szükség ebben az országban, meg hitre és bátorságra is, hogy erről a helyzetről, ahova jutottunk, egy egészen más vidéket és más agráriumot tudjunk az egész magyar társadalom érdekében létrehozni. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés, szintén napi rendelőti felszólalás jelentkezett Dúró Dóra képviselőasszony a Jobbik képviselőcsoportjából. Káosz és megszorítás az oktatásban címmel. Önné a szó, képviselőasszony. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés. A Fidesz egyéves kormányzása után az oktatásban egy dolog biztos, a bizonytalanság. Ugyanis van oktatásért felelős államtitkárság, mégis a partvonalról nagyon sokan kiabálnak be és igyekeznek a saját elképzeléseiket a kormányzat munkájára ráerőltetni. Hol Pokorni Zoltán tesz hitet liberális bukott eszmék mellett, és az államtitkárság törekvéseivel homlokegyenest ellentétes törekvéseket fogalmaz meg, hol pedig Matolcsy György szeretné a megszorításait az oktatásra is ráerőltetni. Ezért nem csoda, hogy sem a pedagógusok, sem pedig az oktatás más érintettjei nem tudnak kiigazodni a Fidesz álláspontján. Hogyha néhány konkrétumot megnézünk azok közül, amikben ellentétes álláspontokat fogalmaztak meg, akkor talán elsőként említhetjük a tankötelezettséget. Az egyéves kormányzásuk idején háromféle számot hallhattunk már a tankötelezettségre vonatkozóan. Tavaly novemberben 17 évre szerették volna leszállítani, aztán az Orbán csomagban 15 év szerepelt, Réthelyi Miklós miniszter úr a bizottsági meghallgatáson pedig már 16 éves tankötelezettségi korhatárt említett. Három tárca, háromféle bejelentést tett ezzel kapcsolatban. A következő ilyen kérdés a pedagógusok kötelező óraszámának a kérdése. Jelenleg 22 a kötelező óraszám, úgyhogy az elmúlt 10 évben ez 20%-ot növekedett, mi alatt a pedagógusok reáljövedelem csökkenése pedig 40%-os volt. Ehhez képest a 22 kötelező óraszámot először azt hallhattuk önöktől, hogy 28-ra szeretnék felemelni, most pedig 32 intézményben eltöltött óráról beszélnek, amit már nem kötelező óraszámként fogalmaznak meg, csak az intézményben eltöltött időtnek nevezik. Tehát a 10 év alatti 40%-os reáljövedelem csökkenés talán az egyik legfontosabb probléma, ami a pedagógusokat sújtja, és az egykulcsos adó sajnos továbbiakban is hátrányosan érintette a pedagógusokat. Nemhogy megfordították volna ezt a tendenciát, és a béremelésről lehetne beszélni, hanem az egykulcsos adóval tovább sújtották ezt a réteget. Hofman Rózsa államtitkár asszony tájékoztatása szerint már 2012-től elindulhat az életpálya modell, ami béremeléssel is járhatna együtt. Ehhez képest Matolcsy miniszter úr azt a tájékoztatást adta korábban egy sajtótájékoztatón, hogy a reális a pedagógusok béremelésére a 2014-15-ös tanév, tehát még csak nem is ebben a kormányzati ciklusban kerülhetne erre sor, és ő egyáltalán a béremelés lehetőségét kötötte ehhez a dátumhoz, tehát nem is azt, hogy esetleg megkétszerezik a bérüket, vagy hogy hány százalékkal fogják azt növelni. A Jobbik szerint így nem elég életpálya modellről beszélni, a 10 év alatt 40%-os reálbér csökkenés, reáljövedelem csökkenés az nagyon súlyos, és az életpálya modell akármilyen jól is alkotják meg, és akármennyit is konzultálnak a pedagógusokkal vagy a szakszervezetekkel, a béremelés nélkül nem fogja megoldani azt a helyzetet. Egyébként is a politikában kezd az életpálya modell kezdi azt jelenteni, hogy nyugodjatok meg, pénzt azt nem tudunk adni, de valamit majd ki fogunk találni. Ezzel nagyon fontos lenne szakítani. A megszorítás nem csak a pedagógusok béremelését sújthatja, hanem
ezek után a felsőoktatásból is ki tudja, hogy mennyi pénzt fognak kivonni, szintén a megszorító csomagban, az Orbán csomagban szerepelt ez is, illetve hát a Nemzetgazdasági Minisztérium tervei szerint 54 ezerről 30 ezerre csökkentenék az államilag finanszírozott helyek számát a felsőoktatásban, ami egy egészen elképesztő, drasztikus csökkentés lenne, és mindenképpen elfogadhatatlan, azzal együtt, hogy a költségtérítéses képzés pedig egyszerűen meg akarják szüntetni. Az iskola bezárási hullám ugyanúgy folytatódik, ahogy a szocialista kormányzatok idején. A költségvetésben elkülönítettek ugyan 10 kisiskolának az újraindítására megfelelő összeget, azonban ahhoz képest, hogy ezt kommunikálták, hogy újraindítást szeretnének, ehhez képest ennek sajnos többszörösét zárják be még idén is, tehát még ebben a költségvetési évben is, amikor az újraindítás lett volna a fő cél, ebben az évben is több iskolát zárnak be, mint ahány újraindul. A nemzetnek a legfontosabb szereplői a pedagógusok, akik a jövő generációért leginkább felelősek, és a legfontosabb ágazat az oktatás gazdasági szempontból is, ezért nagyon kérem, hogy ne hagyják cserben. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm, képviselőasszony, tisztelt országgyűlés. Megadom a szót Hoffmann Rózsa államtitkárasszonynak, aki a kormány nevében kíván reagálni az elhangzottakra. Köszönöm szépen, elnök úr. És köszönöm szépen önnek is, kedves képviselőasszony, hogy már nem először, és mindig nagyon felelősségteljesen szól az oktatásügynek a kérdéseiről. Mi több, a megállapításainak az ömével is egyetértek, ami a pedagógusok fontosságát, az oktatásügy fontosságát illeti. Azt is osztom, hogy a bizonytalanság természetesen nem jó, de az éremnek van egy másik oldala is. Az a tény, hogy ilyen sokáig húzódnak a közoktatási és a felsőoktatási pedagógus életpályára vonatkozó törvények, és ezeknek a kimunkálása bizony azt is mutatja, hogy nem könnyű döntésekről van szó, és nagyon komoly mérlegelést igényel. Bevallom, elkövettem én is azt a hibát, hogy azt hittem, azt reméltem, hogy korábban tető alá tudjuk hozni, de a késés még nem olyan jelentős. Ez év őszén a parlament tárgyalni fogja valamennyi törvényt. Ezért most azok, hogy sok mindenki beleszól, ahogy ön mondta, a partvonalról bekiabálnak, meglátásom szerint ez is természetes. Egy ilyen nagy rendszer, amely a 10 milliós lakosságunknak a körülbelül a felét érinti közvetlenül, vagy indirekt módon gyerekeket, szülőket, pedagógusokat, iskolai dolgozókat. Érthető, hogy a közélet szereplőit, a politika szereplőit mind gondolkodásra sarkalja, és hát ahogy ez Magyarországon szokás, a futballhoz és a pedagógiához nálunk azt hiszi mindenki, hogy ért, ezért bevallom, én is elszenvedem néha ezeket a tanácsokat, amiket úgy kell megélni, hogy az én apámat is úgy nevelték, hogy verték a pedagógusok, és mégis jó volt, és akkor érvelni kell a modern pedagógia érveivel, hogy azért ez nem így van. Nos, félretéve a témát, néhány konkrétumra is reagálnék, amelyeket ön nagyon korrektül így csokorba szeret, és valóban ezek jellemezték az elmúlt évnek a történéseit. A tankötelezettséggel kapcsolatos korhatárok megjelenése természetes, hogy persze, hogy bizonytalanságot és aggodalmakat váltott ki, de a dolog lenyugodott. Miniszter úr a meghallgatáson a 16 éves kort kimondta, ez szerepel a most leírt törvénykoncepciónkban is, amelyet hamarosan a kormány tárgyalni fog, és azt hiszem, hogy ez nem is fog változni. Többször szó esett itt a parlamentben is erről, érveltünk mellette, hogy miért jó ez így, és nyilvánvalóan így fogja elfogadni a parlament. Ennél bonyolultabb kérdés a pedagógusok óraszáma. Itt azért abból kell kiindulnom, hogy az elmúlt 8 évben számításaink szerint közel 100 milliárd forintot vontak ki az oktatásból, a pedagógusok életszínvonala méresüllyedt, az oktatás kivérzett. Minden nemzetközi statisztika azt mutatja, hogy nagyon alulfinanszírozott az oktatás. Ez a mérleg egyik serpenyője, a másik pedig az, hogy 80%-os államadósságunk van, és a legnagyobb ellensége ennek az országnak ma az államadósság és a munkanélküliség. Ennek a leküzdése a legelső célunk, miközben az oktatást fejleszteni kell. Nos, nagyon kényes, keskeny az a palló, amin lépkednünk kell, hogy felemelni, megkíséreljük, illetve elérjük azt a célt, hogy felemelhessük a pedagógusokat, amely pénz nélkül nem megy, másrészt pedig ezeket a lyukakat is tömködjük a
a költségvetésben, ezért csak egy lassú folyamatról lehet szó. Nem dőlt még el, hogy mikor lehet bevezetni a pedagógus életpályát. Az oktatásért felelős államtitkárság egyértelmű javaslata az, hogy 2013. szeptemberében. Korábban szerettük volna, 2014-et túl későnek tartjuk, félünk, hogy addigra annyi romlás lesz, amit már nem lehet megvalósítani. Na most mi nem mondtuk soha, hogy 28 vagy 32 lenne a tanárok óraszáma. Abban a kérdőjében is, amit szétküldtünk az igazgatóknak, az szerepel, hogy egy másfajta munkaidőbeosztást tudnának-e vállalni, amelyben a kötelező munkatörvénykönyv által előírt kötelező heti munkaidőnek 80%-át az iskolában kellene tölteni, a tanított órák száma viszont ugyanannyi maradna, mint most. Az, hogy itt mindenféle számok röpködtek, ez megint természetes egy ilyen felkavart állóvízben. Nem áll szándékunkban fölemelni az óraszámokat. Én magam ezt nagyon helytelennek tartanám, ezért semmiképpen nem tudnám ezt támogatni. Azt viszont igen, hogy a gyerekek miután bent vannak, főleg az általános iskolák. Miközben sok tízezer életerős, még infokorú ember, hogy mindig nem fogadja, hogy megváltozott a világ, még mindig azt hiszi, hogy a szocializmusban élnek. Hogy abban a szocializmusban, ahol teljes foglalkoztatás is folyta, meg persze nem azt jelentett, hogy mindenkinek van munkája, hogy volt munkája, hanem azt jelentette, hogy mindenkinek volt munka az helye, és ezért a munkának nem lehet a becsülete, ahogy mondták, a munka, ahogy mondták, hogy becsület dolga volt, vagyis valaki becsület dolga volt, hogy valaki elvégzi-e, vagy sem. Az utóbbi 20 esztendőben közben 1 millió ember tűnt el a munkaerőpiacról, vonult készennyugdíjba, vagy sokszor rokkannyugdíjba, és a segélyen élnek, és az a korábbi munka most, ami akkor megromlott, az csak tovább romlott azóta. De az elmúlt 2-3 évben gyökeresen megváltozott a világ. Följött Kína, hanyatlott Európa, az olcsó munkaerő dolgozni akar, miközben a drága európai munkaerő, és a hazai abban a téves hídben igazja magát, hogy a jólikati szociális rendszerek föntartatók, úgyhogy magas nyugdíjat élveznek még bőven aktív korú emberek. Pedig ebben a megváltozott világban a tőkét, a munka megelőzi a tőkét, a megtakarítás megelőzi a hitelt, a munka keresés megelőzi a munka beszüntetés, és a fizetés többet ér, mint a járulék. Magyarországon ezt még mindig nem érti mindenki, nem értik azok, akik az átlagbért meghaladó korkedvezménye a nyugdíjat élveznek, és nem értik azok a társadalmi csoportok, amelyek most csak a frányokkal és tiltakozásokkal fenyegetőznek. Nézzük szét a világban, és vegyük észre, hogy mi zajlik körülöttünk. Angliában például, ahol a legtöbben értek relatíve segélyben, olyan megbecsülést élvez a munka lehetőség, hogy a 30-as évek óta nem volt ilyen kevés sztrájknap abban az országban. És a britek mégsem értik, hogy mi zajlik körülöttük, ott is általános sztrájkokat terveznek.
miközben a konzervatív liberális koalíció 11%-os kijelentette, hát is azt igyekszik drasztikusan csökkenteni 2015-re 1%-ra, úgyhogy az áfa kulcsot emelték, ellenben mi adót csökkentettünk, amikor a saját hiányunkat, amit örököltünk, el ezt kezdeni. Viszont a britek külön adót vettek ki a bankokra, valamint a magas keresetű közalkalmazottak bérét lefogyasztották, mert azt mit csinálták, hogy amit mi tavaly Magyarországon, mi mutattak meg ezt a lehetőséget Európának, és az bennünket követnek ezen az úton. De mondok egy másik példát, Görögország, vasárnap 100 000 tüntettek Athénban, a parlament elé, vonultak a parlament elé, most a görögök jól értek, és most nem fogják fel, hogy mi történik. Örülöttük, már a következő generáció nyugdíjnát is felérték, 9100 évben felüli nyugdíjasnak fizetnek nyugdíjat Görögországban, és nagyon kérdés is, hogy ebből a 9000-ben hányan érkezik. Vagy például Portugáliában, ahol a vasárnapi választások eredményeképpen a középkoalíció győzött, ugyanazt követték a szocialistákat, ugyanazt követték el, mint nálunk, csődbe vitték az országot, és ott úgy nehéz dolgon lesz a jobboldal, hiszen 78 milliárdos milliárd eurós nemzetközi segélyt, IMF és Európai Uniós megregnét kell majd megszerezniük, azzal radikális megszorításokat vesznek igényt. Mi egyébként más utat választottunk, más megoldást alkalmaztunk ugyanarra a problémára az IMF nélkül. Munkát kínálunk a korkedvezményesből vonult rendvédelmi dolgozóknak. Közmunkákat szervezünk a munkaerőpiacra való viszonyítottás érdekében, és munkahelyeket hozunk létre a verseny.